Így néztek ki az emlékérmek és kitüntetések, amelyeket a 70. vagy épp 100. véradásukért vehettek át Szabolcs-Szatmár Bereg megye véradói. A Kereskedelmi és Iparkamara nagy termében tartott ünnepségre több mint 100 vendéget vártak a szervezők. Gurály Edina azt mondta, a Provita díjakat már Budapesten átadták egy országos rendezvényen, most a megye legaktívabb véradóinak mondanak köszönetet. Provita díjat azt kap a Vöröskereszt, illetve hát a miniszterelnök úr jóvoltából, aki nagyon-nagyon sokszor nyújtotta a karját arra. Ez több száz megmentett életet jelent egy-egy véradó esetében is, aki olyankor eljön és részt vesz ezen az ünnepségen, akinek át tudjuk adni ezt a díjat. Akkor, amikor én ott a méltatásokat hallgatom, ami ugye 19 megye is a főváros méltatása, 20 élettörténet szokott kirajzolódni, 20 véradó élettörténete, hogy kit mi motivált arra annak idején, hogy elkezdjen véradóvá válni. Nagyon sokan, most már egyre kevesebben lesznek, hiszen ez a generáció lassan kiöregszik a véradó mozgalomból, akik a sorkatonai szolgálatnál nagyon egyszerű okból lettek véradók, egy vagy két nap szabadságot lehetett érte kapni. A meghívott vendégekből álló közönség férfi tagjai közül többen is megerősítették, hogy két nap eltávozást kaptak akkoriban a honvédségnél. Vince Mennyhért 55-szörös véradó és az egykori gépkocsi vezető oktatója tanácsára lett véradó. Azóta ő is több mint 50-szer nyújtotta véradásra karját, és azt vallja, ezzel nem csak másokat tud megmenteni, de a saját egészségének is jót tesz. Én azt mondom, mindenképpen fontos a véradás. Egyik az, hogy tudunk embertársaink segíteni. Másik, én azt fejeztem a saját egészségem szempontból, hogy egy véradás után teljesen más az ember felfrissül. Az a mennyiség, amit levesznek az embertől, az szinte, hogy mondt, jól esik, és úgy is jól esik, hogy sokkal fittebb az ember, vidámabb. Jó érzi magát, különösebben nem kezdődik a viadása, mikor megkértek és hívnak, akkor megyek. Összesen 131 vendéget hívtak meg a megyében, akik már legalább 50-szer adtak vért. Közülük 17-en hölgyek, a többiek férfiak. Áncsán József 80-szoros véradó, az édesapja vitte el 1975-ben először Újfehértón egy véradásra, azóta rendszeresen él a véradás lehetőségével. Az egyik legkedvesebb véradása még a sorkatonai évek alatt történt vele. A honvédségi szobából lepedőbe éjszaka lecibáltak bennünket Szombathelyen a Markusovszki kórházba, és egy iker szüléshez az anyukának hát hatamunkat vittek le, én voltam az utolsó, és hát ment tőle folyamatosan sajnos a véráttömlesztések alkalmával. 1 liter vért vettek tőlem, 2 hétig nem szállhattam le az ágyról, és amikor az osztályos főorvos megkérdezte, hogy megmondta, ajánlotta, hogy amit csak kérek, megóhajtok, ez február volt, és 78, azt fognak részemre külön esetleg elkészíteni. És kérdezte, hogy mindjárt fog következni az ebéd, mit kérek ebédre, és mondtam, hogy hát tejfölös nokedlit csirkehússal, és akkor mondja a főorvos, jó nagy bolond maga fiam. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, hogy a véradók valódi hősök, akik önzetlenül segítenek olyan embertársaiknak, akiket akár nem is ismernek. Az emberi életnek értelmet igazából a szolgálat adhat, az a szolgálat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk, és hát azt hiszem, hogy a véradók, ők pontosan ezt a szolgálatot végzik. Román István főispán, aki maga is rendszeres véradó, úgy fogalmazott, az adventi időszak általában felerősíti a társadalom adakozó kedvét, de a véradók egész évben a legtöbbet adják magukból. Akik itt vannak, és akik rendszeresen vért adnak, az egyik legszebb feladatot látják el, mert hogy ezáltal segítenek olyanokon, akiknek bizony szükségük van erre, és azt gondolom, hogy évvégével itt az advent időszakban meg különösen érdemes odafigyelni rájuk, bár úgy egész éven zajlik a véradás, nem csak advent időszakban, de ez az alkalom kiváló arra, hogy köszönetet mondjunk mindenkinek, aki vért ad, illetve aki részt vesz a véradás megszervezésében. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei folyamatosan szervezik a véradásokat, amelyekre az egészségügyi szempontokat figyelembe véve a férfiak évente 5-ször, a nők pedig maximum 4-szer jelentkezhetnek.